picit átgondoljuk, hogy tényleg milyen nagyon sok lisztes dolgot fogyasztunk, akkor bizonyságot szerzünk, hogy hoppá, lehet ebben valami. Hiszen azt látjuk, hogy az orvostudomány rettenetesen fejlett. És a fejlett orvostudomány ellenére mégis nagyon-nagyon sok a krónikus probléma. Ennek egyik oka a glutén. Így hát a gluténmentes főzés fogásaival ismerkedhettek a Zöld Alma Klub rendezvényén. Szűcs Sándorné elnök meghívására hivatásos szakácsok és háziasszonyok is eljöttek a közös főzésre. Felmerült a gluténmentes étkezés, illetve a gluténmentes főzés igénye a nagyon sok ételallergiás gyermek miatt. Házi sütemények és pékáruk készültek a kipróbált receptek alapján. A gluténmentes kenyereket sütünk kétféle variációban, a hajdinásat, illetve világosat, zsemlét készítünk, kifliket készítünk, aztán a magyarok nagy kedvencét, a lángost, azt is lehet gluténmentesen nagyon finoman, aztán itt karácsony környékén a bájgli is nagyon fontos szerepet tölt be, ezen kívül készítünk még fonott kalácsot, és vagy pizzát, vagy langalót. Minden, ami fehérlisztből a szokásos módon készül, elkészíthető olyan anyagok felhasználásával, melyek egészségesebbé teszik az étkezést, mondta Szűcs Sándorné. Zombán már két esztendeje zajlik a menümenza sorozat, ahol a gyerekekkel ismertetik meg ezeket az ételeket. Mostantól a háziasszonyok is ilyen módon készíthetik a mindennapi kenyeret.